8 óra van, ez a híradó, az M1-en, Lantos Csaba vagyok. Brüsszel átvert minket, erről beszélt Kövér László Orosházán a Mondjunk Nemet a Szankciókra című fórumon. A parlament elnöke hozzátette, a szankciós csomagok miatt a gáz világpiaci ára folyamatosan emelkedik, ami munkanélküliséghez és végül recesszióhoz vezethet. Ez az a jövőkép, amiből Magyarországnak mindenképp ki kell maradnia. A magyar kormánynak van válasza erre a helyzetre, tette hozzá. Azt a politikát tovább folytatva, amit már a Covid okozta gazdasági válságban is sikerrel folytattunk, vagyis hogy nem az embereket próbáltuk finanszírozni, az embereknek a fogyasztását, életszínvonalának a föntartását finanszírozni különböző ilyen segélyjellegű pluszjuttatásokkal, hanem a munkahelyeket próbáltuk meg megőrizni a vállalkozásokon keresztül juttatott támogatásokkal. A 9. szankciós csomaggal ismét lábon lőheti magát az Európai Unió, erről ír a Világgazdaság. Már az előkészületek hírére is drágulni kezdett a gáz. A cikk szerint az új paktban bővítenék az energiaszektort érintő korlátozásokat, továbbá megtiltanák a nukleáris energia, illetve a fűtőanyagok terén való együttműködést Oroszországgal. A tervezett intézkedések Magyarország számára legveszélyesebb része a nukleáris együttműködés tiltása lenne, idézte a cikk a Matthias Corvinus Kollégium klímapolitikai intézet igazgatóját. Üzembe helyezték az első konténer kazánt a nagykapornaki Makovec Imre általános iskolában. A pellettel működő berendezés 30%-kal olcsóbban termel hőt, mint földgázt, így sokat megtakaríthat a fűtésköltségen az intézmény. A kormány néhány hete döntött arról, hogy 400 helyen, elsősorban bölcsödékben, óvodákban, iskolák és bentlakásos szociális otthonokban váltják ki ilyen mobil kazánokkal a gázfűtést. Az idei fűtési szezon végéig a Technológiai és Ipari Minisztérium vállalta 400 konténer kazánnak a beszerzését, részben magyar gyártók, részben pedig import termékekből. Amit itt láttunk Nagykapornakon, ez egy hazai gyártású 48 kW-os pellettüzelési konténer kazán. A többi konténer kazánnak is a gyártása már elindult, illetőleg november közepére várható, hogy az import konténer kazánok első kontingense meg fog érkezni Magyarországra. Újabb migránsokat szállító NGO hajó érkezett az olasz partokhoz, de egyelőre nem kapott kikötési engedélyt. A hajót üzemeltető német civil szervezet állítása szerint lázadás tört ki a fedélzeten, amely jelenleg 95 illegális bevándorló tartózkodik. További három szintén nem olasz felségjelzésű NGO hajó is kikötésre vár, további mintegy 900 migránssal. Az olasz belügyminiszter azt mondta, a civil hajókról kizárólag az egészségügyi ellátásra szorulók szállhatnak le. Három nemzetközi vizeken bajba jutott, és az európai hatóságok által figyelmen kívül hagyott hajóra bukkantunk. Kezdte egy német civil szervezet önkéntese abban a videóban, amelyet pinteken osztottak meg a Twitter közösségi oldalon. Elmondása szerint hajójuk Rise Above a földközi tengeren a fedélzetére vett 95 migránst, akik közül már többen orvosi ellátásra szorulnak. Mivel egy hajó soha nem lehet teljesen biztonságos hely, itt csak első segélyt adhatunk, ez nem helyettesítheti a szakszerű szárazföldi ellátást. Figyelembe véve a következő órákban romló időjárási helyzetet és hajón kis befogadó képességét, azonnal menedéket kérünk a fedélzeten tartózkodó 95 embernek, fogalmazott a hajón lévő önkéntesek vezetője. Közben sajtóértesülések szerint az olasz hatóságoknak már azt is jelezték, hogy lázadás tört ki a fedélzeten. A földközi tengeren jelenleg két német és két norvég felségjelzésű hajó várakozik kikötésre, amelyek összesen mintegy 1000 migráns tennének partra Olaszországban. A római kormány eddig egynek sem adta meg az engedélyt, azonban a Humanity 1 nevű német civil hajónak biztosítanak egészségügyi segítséget. Elrendeltem, hogy amint ez a hajó megérkezik, lehorgonyozhat, azonban csak addig tartózkodhat a felségvizeinken, ameddig feltétlenül szükséges, fogalmazott az olasz belügyminiszter. Matteo Piantedosi hangsúlyozta azonban, hogy a hajón lévők számáról és állapotáról eddig csak a sajtóból tájékozódtak, diplomáciai csatornákon keresztül nem kaptak róluk információt. Kiemelte azt is, Olaszország továbbra is ragaszkodik azoknak az országoknak a felelősségvállalásához, amelyek zászlaja alatt közlekednek a migránsokat szállító hajók. A tél beálltára akár az ezret is elérheti a határvadászok létszáma, mondta a miniszterelnök belbiztonsági főtanácsadója az M1-en. Bakondi György hangsúlyozta, a határvadászok első 5-600 emberből álló csoportja már a rendőrökkel közösen járőrözik. Rajtuk kívül több száz új jelentkező kiképzése kezdődött meg, tette hozzá.
A főtanácsadó kiemelte, a határvadászok szolgálatba állásával fokozatosan megkezdődhet a honvédség erőinek kivonása a határőrizeti feladatokból, akik így a NATO-val közös gyakorlatokon vagy az ukrán határszakasz biztosításában tudnak részt venni. Az első csoportjuk, akik letették az esküt, ez az első 5-600 fő, ők már végrehajtó szolgálatban vannak. Ugye jelenleg a rendőri erőkkel közös járőrzést folytatnak, és megszerzik azokat a gyakorlati tapasztalatokat, amelyek ahhoz szükségesek, hogy aztán hatékony, hatásos és törvényes eljárásokat folytassanak a határon. Gyújtogattak a tüntetők pénteken az MTVA épülete előtt. A demonstráció szervezője, Hatházi Ákos országgyűlési képviselő a színpadon azt mondta, blokádot hirdettek, ezért arra kérte a résztvevőket, hogy a beszédek elhangzása után teljesen vegyék körbe a területet, elzárva minden bejáratot. A tüntetők figyelmét arra is felhívta, hogy amíg nem mennek haza, addig zárva lesznek a bejáratok. Nem sokkal később azonban Hatházi Ákos már nem tudta kézben tartani az eseményeket, többen fáklyákat dobáltak az egyik bejárat elé. A tüzet a rendőrök oltották el. Elszenesedett fáklyák, megégett emblémák, összefirkált falak és ajtók. Ezt hagyták maguk után a tüntetők péntek este az MTVA székházánál. Gyújtogattak és lefestették az egyik bejáratot, de a macska köveket is felszedték. Még szombat reggel is látszottak a károkozás nyomai az épület előtt, a megrongált csatornalogók és a felszedett járda darabjai. A tüntetők Hatházi Ákos országgyűlési képviselő felhívására érkeztek. A politikus a színpadon állva hergelni kezdte a résztvevőket. Blokádot hirdettünk. Hatházi Ákos azt mondta, eredetileg blokádot hirdettek, ezért arra kérte a tüntetőket, hogy a beszédek elhangzása után teljesen vegyék körbe a területet, elzárva az MTVA minden bejáratát. Vegyük teljesen körbe ezt a területet, vegyük egy élőlánccal körbe, világítsuk meg ezekkel a fáklyákkal, nem fogja őket a tűz eloltani, csináljunk egy kis sötétséget. A demonstrálók el is kezdték körbevenni az épületet. Fáklyákat gyújtottak és hangosan skandálva megindultak. De a rendőrök csak addig engedték őket, ameddig engedélyt kértek a tüntetésre, tovább nem mehettek. Több hírportál élőben tudósított a helyszínről, ezeken is látni, ahogy a résztvevők blokkád alá akarják venni az MTVA székházát. A szeretlekmagyarország.hu felvételén hallani, ahogy a tüntetőknek többször is elmagyarázzák, hogy csak a kijelölt területen mozoghatnak, de hiába, ők akkor is próbáltak tovább haladni. Az egyre agresszívebb tüntetőket Hatházi Ákos távolról nézte. Nem ment közéjük, a rendőr sorfal mögül figyelt. Amikor a politikus látta, hogy elszabadultak az indulatok, próbálta a tömeget nyugtatni, és arra kérte őket, hogy menjenek haza. Megtörtént a blokkád. De sikertelenül, sőt a politikus, miután kiderült, hogy nem tudja kézben tartani az eseményeket, elhagyta a helyszínt. Áldás, békesség, jó éjszakát kívánok! A tüntetők azonban nem tágítottak. Hatházi Ákos távozása után randalírozni kezdtek. Dobjátok rá! Más irányból próbáltak bejutni az MTVA székházába. A főbejárathoz mentek, ahol fáklyákból mágiát raktak. Volt, aki azt kiabálta, hogy gyújtsuk meg. A tüzet a rendőrök hiába oltották el többször is, a feltűhödött tüntetők újra meggyújtották. Közben pedig nyomultak előre, ezért ide is rendőrök sorakoztak fel, amiért támadni kezdték őket. A tüntetők végül megunták, hogy nem jutnak előrébb, és miután a fáklyáik is elfogytak, elindultak hazafelé. A tüntetők ellen garázdaság miatt tettek bejelentést, tudta meg a Magyar Nemzet. A portál azt írja, Hatházi Ákost is feljelentették közérdekű üzemműködésének megzavarására irányuló előkészület vétség gyanúja miatt. Egy magánszemély fordult a rendőrséghez és a budapesti regionális nyomozóügyészséghez. A Magyar Nemzethez is eljuttatott bejelentésben arra is emlékeztet, hogy 1-től 5 évig terjedő szabadságvesztéssel büntetendő a tevékenység, amit szerinte Hatházi Ákos folytatott az MTVA székházánál.
Először jelentetett meg étterem kalauzt Magyarország egészéről a Michelin Guide francia étterem kalauz, amely budapesti és vidéki magyar éttermeket is kitüntetett a Michelin csillag minősítéssel. Az egyik díjazott vendéglátóhely a budapesti Stand étterem tulajdonosa, Hanvas Zoltán az M1-en arról beszélt, hogy a 2018-as első csillag és nagy elismerés volt, fontos összekovácsoló erőt jelentett, amely most a második csillaggal hozta meg az eredményt. Az étterem célja a három csillag megszerzése, hiszen olyan még nincs Magyarországon. Minden évben ki kell vívni ezt az eredményt, meg kell tartani ezt az eredményt, nyilván Istvánéknak is, nekünk is, és minden díjazott étteremnek az a legfontosabb, hogy megtartsa ezt. Hiszen ha nem is a Michelinnek főzünk, de azért nagyon-nagyon komoly marketing segítség, és külföldre is egy óriási üzenet, hogy a magyar gasztronómia megmozdult valami. Már több mint 12,5 millió forint gyűlt össze az adományvonalon a Jónak lenni jó kampányban. A közmédia idén a Magyar Vakok és Gyengénlátók Országos Szövetségét támogatja. Azok, akik szeretnének segíteni, ezt a 13600-as telefonszám 96-os mellékének hívásával tehetik meg. Minden hívás vagy SMS 500 forintos támogatást jelent. Már mintegy 25 ezer adományozója van idén az akciónak. A jótékonysági akciót lezáró egésznapos műsorfolyam december 18-án lesz majd. És ez volt a Híradó 8 órától, most jön a Nemzeti Sporthíradó Lipcsei Bettával, utána pedig az időjárás jelentés következik, maradjanak velünk!